Nem tudom, hogy alakult ez így. Tudom, hogy a csülkös babgulyás az egy téli kaja alapvetően, de a gyerekkorom óta, hogyha mi lejöttünk legalább egy hétre Balatonra, akkor nem volt olyan, hogy ne csináltunk volna egyet így Bográgyon. Úgyhogy gondoltam, hogy ha már Balaton és ha már az emlékek, akkor én megcsinálom nektek a tökéletes csülkös babgulyást, úgy, ahogy azt én a szüleimtől tanultam. Hát az első lépés az az volt, hogy hasogattam egy kis fát, raktam egy kis tüzet, és amikor ez megvan, akkor ráraktam szépen az üstre a bográcsot. A legtöbben a hagymával és egy pörkölt alappal indítanak, de én nem így szoktam csinálni. Én a hússal kezdek, ami sertés comb, már szépen fölvágtam kockára. Forró az üst, forró a bográcsunk, ebbe nyomatok egy kis olajat, és talán a 1000-re már dobom is rá húst. Ezt körbe akarom pirítani. Tehát tényleg tűzforró volt a bogrács, de pont ez a lényeg, a húshoz nem adtam hozzá semmit, sót sem. Az a lényeg, hogy hirtelen tiruljon le, a húsnak is jobb íze lesz, az egész bográcsot is felkészítjük arra, hogy mi vár rá. Ha szépen körbe pirult a hús, hogyha látjátok, hogy itt-ott ilyen kis aranyló részek vannak rajta, akkor az egészet ki lehet kapni, és akkor onnan indítunk a hagymával. Két kérdésem van magamhoz mindig, az egyik, hogy miért van az, hogy akárhova helyezkedek, mindig rám jön a füst, a másik, hogy miért van az, hogyha elkezdek kint főzni, akkor rögtön elkezd csöpögni az eső. Most megint az lesz, mint az előző videóban, amikor majdnem szétáztunk a hallal. Menekülünk, mert para van, gyertek! Na mindegy, hát itt van ez a jó kis szaftocskánk, ami most ugye az olaj, meg ez a lepirult hús, és itt van három szép vörös hagyma finomra vágva, na most jön be a bográcsba. Itt már nem kell, hogy olyan forró legyen a bogrács, szóval ez tök jó, hogy az elején, amikor alá durrantatok egyébként és a fával forró a bogrács, akkor ezt egy kicsit lehűtjük a hússal, az cserébe megpuhul, megpirul, és most már egy ilyen közepesen forró cuccba nyomjuk tovább a hagymával. Ha úgy látjátok, egy kicsit száraz a hagyma, akkor még egy kicsi olaj mehet hozzá, illetve, mert itt nem akarom nagyon oda pörkölni ezt a hagymát, inkább azt szeretném, hogy szépen kezdeni ezt szétesni, hogy majd sűrítse, krémesítse az egész levesünket. Pici vizet lehet aláönteni, és így rotyogtatni, aztán hagyni, hogy zsírjára piruljon az egész cucc. Na, én már ilyenkor rá szoktam dobni egy egész paradicsomot, szépen ilyen kisebb kockákra vágva, szépen repülhet rá a hagymára. A Bear Grylls-től megtanulhattuk még annak idején, hogy ha túl akarunk élni a természetben, akkor alkalmazkodnunk kell hozzá. Szóval egyszerűen megcserélem a helyem, ide ülök, már hogy tényleg onnan fúj a szél. Ez egy picit arrébb jöhet így, óvatosan azért, ne gyulladjon fel az egész sapkánk, fejünk. Na így jók vagyunk, ja most meg útban van, váljátok, most meg útban van a kémény. Na ez a jó ebbe a kis katlamba, hogy ezt lehet mozgatni. Ó, mennyivel jobb, te jó Isten, és ez nem, csak most jöttem rá. Na, nézzétek meg, milyen szépen alakulnak a dolgok. A paprika az még bőven nem került rá, és nem is fog, még nem azzal folytatjuk. Hagyjuk, hogy egy kicsit az egész szépen rotyogjon. Komótosan, lazán, addig lehet csörözgetni, és akár egy ilyen 15-20 percet simán lehet adni ennek a hagymás fázisnak. Viszont itt már érdemes rá dobni egy kevéske sót. Ha azt látjátok, hogy nagyon kezd lesülni, akkor egy pici vizet újra lehet rárakni, csak egy ilyen fél decit, egy decit. Így nincs, hogy most már szuper lesz. Ha gyorsan elmondom, hogy mit miért csináltam, ugye a húst ezt már mondtam, azért pirítottam át, hogy legyen egy kis extra pörzsanyag rajta, egy kicsit pirult íze. Aztán a hagymát azért hagyom a paradicsommal együtt most egy kicsit itt szottyadni egy ilyen 15-20 percen keresztül, mert hogy így szépen megpuhul a hagyma, a végén tényleg fel fog oldódni ebben a jó kis szaftos ételben. A paradicsomnak pedig iszonyatosan jót tesz az, hogyha ilyen nagyon kis lével, vagy akár csak a zsíron megpirul, ugyanis ez egy ilyen ízfokozó hatást ér el, szóval az egész ételünk sokkal intenzívebb lesz. Na ezért történik ez, és akkor már azt is elmondom, hogy most miért nem fogom rádobni még a piros paprikát sem, ugyanis én szerintem a paprikának intenzívebb, izgalmasabb, frissebb íze van, hogyha majd csak a hús után kerül bele. Úgyhogy a következő lépés az az, hogy bele fogom pakolni a húsokat. Először mutatom is, hogy mi ez. A csülök, mert hogy mégiscsak egy csülkös babgulyást készítünk. Hát itt különböző dolgok vannak nálam, de a lényeg, ezt most még félre rakom, mert később dumálunk. Szóval a lényeg az, hogy a csontról lefejtettem a színhúst, és hát ugye ez egy füstölt hús, nincsen még megfőzve, nyers, de füstölt. Sóval van tartósítva, füsttel van tartósítva, azért, hogy ne legyen nagyon sós, ne legyen nagyon füstös, ezért ezt beáztattam, körülbelül 15-20 percen keresztül ázott.
leszűrtem, na és így megy most szépen ez rá a hagymás alapunkra, így, ahogy van az egész. Kicsit átforgatom. Hagyom, hogy az egész szépen zsírjára piruljon. Kellenek a pörzsanyagok itt is. És ez megvan, egy-két percet így eltöltött, akkor erre is öntök egy kis vizet. Hagyjuk a csülköt 15-20 percig párolódni, majd rádobjuk a lepirított húst is. Na, ha ez az egész cucc zsírjára pirult, nálam akkor jön a piros paprika, azaz most. Szépen rápakolunk. Egy, kettő, hát egy három jó púpos teáskanál az simán belefér. Na és most ezt szépen összekavarjuk. Egyéb fűszerek is most érkeznek majd. Kis bors, fekete bors. Így né. Kis kömény őrölve. Három gerezd fokhagyma. Na ez így mehet szépen a három fokhagyma. És elkeverés. Az ízeket még egy kis extra adag nátriumkloriddal tudjuk fokozni. És ha ez is zsírjára pirult, akkor ezt megint föl lehet önteni egy kis vízzel. A történelmi pillanathoz érkeztünk. Egy babújás esetében mindenképpen történelmi ez a pillanat, amikor a bab belekerült szerintem. Elmondom, mi történt ezzel a babbal. Még tegnap átmostam, átöblítettem, és fölraktam 3-4-szeres hideg vízbe, és utána leszűrtem. Úgyhogy ez a beáztatott bab szépen megy rá most itt a pörkölt alapunkra. Jön egy gyors összeforgatás, és utána az egészet fölöntjük vízzel. Van még itt nekem két drága kincs, amit nem szabad veszni hagyni. Az egyik a csülöknek a körbefarigcsált csontja, megy bele szépen a levesbe, és ugyancsak a csülöknek a bőre, ami jó füstízű, kis zsír is ki fog még oldódni belőle, ez is belekerülhet, ez brutális aromákat ad az egész cuccnak, úgyhogy ezt se adjátok ki. Ja, és ha már dobáljuk be a dolgokat, én nem tettem egyébként paprikát a pörkölt alapba, mert nálunk az a szokás a családban, hogy így, hogy van, egészbe dobjuk bele a paprikát, persze a csumáját azt kiszedjük, de utána. Még egy fontos dolgot nem mondtam, zeller kell még bele, hogy ki tudja adni az ízeket. Ha találtak olyan zellert, ami nem túlságosan nagy, friss, akkor így, hogy van, egészbe is bele lehet tolni. Arra figyeljetek, hogy itt a zeller szár és a gumó környékén szeret egy kicsit ilyen földes, homokos lenne a cucc, azt jó, át kell mosni, én is megtettem, és ez megvan, akkor így, hogy van, szépen jöhet bele. Hát persze ezt majd a végén ki fogjuk szedni, mint ugye a bőrkét is ki fogjuk szedni, értelemszerűen meg a csontot is, de most ezekre az ízekre rettenetesen nagy szükségünk van. Ho-ha-ha. A következő lépés az, hogy amikor már majdnem kész van a levesünk, akkor még hozzáadunk két felkockázott sárgarépát és szintén két felkockázott petrezselyem gyökeret is. Ha pedig úgy látjuk, hogy egy kicsit az egész elfűtte a levét, akkor egy pici vizet adunk még hozzá. Amikor megpuhultak a zöldségek, akkor kivesszük az egész zellert, a bőrkét, a csontokat, valamint az egész paprikákat is. Friss petrezselymet aprítunk egészen finomra, és a főzés vége előtt még ezt is belekeverjük a gulyásba. Ez volt a Z-féle csülkös babgulyás, egyenesen a Balatonról, nézzétek a többi balcsis videónkat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Szevasztok! A videót a Soproni Óvatos Duhaj család támogatta.